A Gyulai Nyári Művésztelep történetét ismertető Gyulai Iskola 1969-2019 című könyv bemutatójával zárult az ünnepi könyvét a Fürdővárosban. A Gyulai Művésztelep 1969-ben először még egy nyári tábornak indult. Az alapítótagok egy rákosmenti rajzszakkörből jöttek Gyulára. A cél az volt, hogy még intenzívebb alkotói gyakorlatot szerezzenek a természetben, városban, idegen környezetben. Véletlenszerűen kerültünk össze, mindenki készült a pályára és kerestünk egy rajzszakkört. Most ebből a körből a mesterünk kitűnő pedagógiai képességei és tehetsége miatt lett egy egy csoport, egy alkotócsoport, ahogy a pályára felkészülve egyre alkalmasabbak voltunk arra, hogy művészé válhassunk, és akkor kezdődtek a gyulai művésztelepek, mindannyian akkor kerültünk be, én is például a képzőnyszeti főiskolára, vagy a rasszanárképző, tanárképző főiskolákra, és nagyon fiatalon, 20 évesen. Amit láttok, ami körülvesz, azt tanulmányozzátok és a sok munka során ki fog alakulni egyéni látásmódotok. Görgény Jernő polgármester Tó Tibortól, a Gyulai Művésztelep alapítójától idézett, majd kiemelte, többek között a valóság tisztelete, az egyéni látásmód, a türelem és a kitartás jellemzi az alkotócsoportot. Albrecht Júlia elmondta, egész éves, folyamatos kapcsolattartás van a tagok között. A szakkör megszűnése után a tagok lakásában gyűltek össze, és ott művészet, Társadalompolitikai és szakmai művészet elméleti kérdésekről beszélgettek. A műtermi munkák során kifejezetten a gyakorlati rész volt a téma. Olyan intenzív volt és magas színvonalú ez a szellemi mozgás, amit a mesterünk diktált vagy inspirált hogy ez egy óriási összetartót jelent. Ezt a fajta igényességet, és széles látókörűséget, és még egy csomó jelzőt mondhatnék, ami erre a szellemi létre, mozgásra jellemző volt, sehol máshol én a magam korában és abban az időben, 60-as évek vége, 70 es évek elejéről beszélek, nem volt. Ilyen föld alatti néhány csoport volt, akik éppen az iparterpe... Akkor tehát csináltak a, az első magyar avantgárd művészeti megnyilvánulások akkor voltak, akik hát csoport, de nem ilyen szoros és nem ennyire együttműködő társaság volt. Elhangzott, a több mint 50 év alatt igazi családdá formálódtak a tagok. Beleszülettek egy közegbe, ahol elfogadták egymást. A Gyulai Iskola 1969-2019 című könyve egy olyan művészeti szemléletet mutat be, amely megújította a, déla, a földi realista festészetet.